ugye az Egersikerélt Egyesület a Heves megyei civil közösségi szolgáltató központ címbirtokosa, és mióta címbirtokosok vagyunk, azóta második alkalommal jöttek le a miniszterelnökség társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárságának kollégái, és második alkalommal van nem helyettes államtitkár úr is ezen az őszi rendezvényen. Ez a rendezvény az arról szól, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap október 4-én kiírásra kerülő pályázataival kapcsolatban tartanak egyfajta roadshow-t. Ez az ország minden megye székhelyén megrendezésre kerül, és Heves megyében most itt szeptember 15-én jelenleg tart ez a rendezvény. Ami eltérés a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataiban, ez gyakorlatilag az, hogy a egyszerűsített támogatás 300 ezer forintról 350 ezer forintra nő. Ez gyakorlatilag egy olyan támogatás, ami hogyha a formai feltételeknek megfelel a civil szervezet, akkor gyakorlatilag automatikusan megítélésre kerül. A második az pedig az összevont támogatás. Itt lényegesen nem változtak a feltételek. A Nemzeti Együttműködési Alap összes ráfordítható támogatási kereten nőtt, ez tavaly 9,3 milliárd forint volt, az idei évben pedig 10,8 milliárd forint, tehát több mint 1 milliárd forinttal nőtt az a keret, amit a civil szervezetek el tudnak nyerni.